A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Engedjék meg, hogy egy rövid idézettel kezdjem, hiszen szervesen kapcsolódik a mai beszélgetésünkhöz. Nos, a beszélgető társam így fogalmazott, nem is olyan nagyon régen. Egyszer beszélgettem egy volt tanárommal, és elmondtam neki, hogy nem látom a gyerekeken a fejlődést, nem látom azt a tehetséget, amit szeretnék látni. Azt válaszolta, higgyem el fog jönni az az idő, amikor meglátom mindezt, de addig is örüljek egy-egy mozdulatnak, annak, hogy a gyermek szeret eljárni hozzám órára, a többi majd szépen jönni fog sorjában. Vendégem Tombor Tímea, a Stepan Style stúdió művészeti vezetője. Szervusztok. És hát ez a tanárod nagyon-nagyon jót mondott, hiszen a mai beszélgetésünk alapja az, hogy október végén Rómában jártatok a táncosokkal, és az AMD World Dance Champion találkozón fantasztikus eredményeket értetek el. Én azt hiszem, hogy ez mindenképpen megerősítés egy proteátródias táncművésznek, aki nagyon sokat tett azért, hogy valóban a modern táncok is megtalálják helyüket itt Székesfehérvár kulturális életében. Kezdjük talán azzal, hogy majd szó esik természetesen a fantasztikus sikersorozatról, de egy kicsit beszéljünk arról, hogy hogy zajlik egy felkérés, és illetve hogy zajlik a felkészülés. Hiszen egy hatalmas csapattal mentetek Rómába, Szent Istvánházban, erről is szó esik majd, hiszen ez egy különleges magyar ház, ha úgy tetszik. Tehát hogy kezdődött a meghívással? Szeretettel köszöntöm a nézőket. Fél évvel ezelőtt voltunk egy budapesti versenyen, ahol kvalifikációt nyertünk Rómába. Nagyon gondolkoztunk, hogy elmenjünk-e, mert sokszor nyerünk kvalifikációt külföldi versenyre, de hát ugye az anyagi az mindig közbeszól. Nem tudjuk megoldani, vagy túl messze van a verseny, vagy olyan időpontban van, ami nekünk nem megfelel, de most úgy döntöttünk, hogy elmegyünk, mert sok olyan növendékünk van, aki idén elment, mert egyetemre megy, és hogy megérdemlik, hogy méltón fejezzék ők is be ezt az évet, és hát meg nekünk egy ugye elismerés is, hogy hát kijutathattunk egy mondjuk egy nemzetközi versenyre, és megmutathatjuk magunkat, ez nekünk is egy nagyon fontos lépés volt. Hát igen, a felkészülés az nehéz volt, mondván, hogy ugye egyetemistáink voltak, vagy vannak, és heti két alkalommal vannak az edzések, és beiktattunk hétvégékre egy-egy edzést, de nem volt olyan próba, tehát úgy mentünk ki Rómába, hogy nem volt olyan próba, hogy mindenki ott lett volna az edzésen. Nyilvánvaló, hogy itt nagyon-nagyon fontos a kiírás szerint, hogy milyen táncokat kell bemutatni. Ez hogy volt? Megvannak a kategóriák. Mi modern, szóló és csoportos formációban indultunk, illetve kortárs tánc technikával léptünk fel, tehát kortárs koreográfiával. Ugye ennek megvannak, hogy milyen követelményei vannak, milyen hosszú lehet a koreográfia, milyen formai követelményei vannak, és hát ugye ezt szerint készülnek a koreográfiák. Hogy haladtatok? Hiszen nyilvánvaló, hogy jószerivel ez egy World Dance Championship, tehát tulajdonképpen nagyon sok csapat van, számtalan kategória, és ahogy néztem az eredménylistát, amiről nyilván majd beszélni fogunk, de jószerivel valamennyi kategóriában indultatok. Azért ez óriási kihívás a táncpedagógusnak is. Két kategóriában indultunk, több kategória is volt, mert volt különböző divattánc kategóriák is. Mi a modernben és a kortársban indultunk, abból is szóló és formációban indultunk. Hát a koreográfia ugye nem most készültek, hanem még az előző tanév végére készültek el ezek az a koreográfiák, és ezeket frissítettük fel, illetve hát belenyúltunk, hogy jobb legyen, egy kicsit változtattunk rajta, illetve egy betegségek miatt nem mindenki tudott eljönni, illetve valaki nem vállalta, akkor az ő helyüket ugye pótolni kellett, be kellett a koreográfiát fiatalabbaknak tanítani, az egyik szóló kislány sajnos kórházba került, úgyhogy az ő helyét is helyettesíteni kellett volna, vagyis kellett, és akkor így ugye ezeken az edzéseken
próbáltuk megoldani a tehát nyilvánvalóan óriási kihívás volt Barta László kollégáddal együtt. A fiatalok hogy álltak hozzá ehhez? Hiszen ez egy egyszeri lehetőség. Tehát én azt mondom, hogy rendben van, meg annyi fantasztikus fellépés áll mögöttük, ugyanakkor, de ez mindenképpen különleges. Igen, hát Laci Barta László segítette ugye egyáltalán a kijutásunkat, tehát iszonyat munka volt a mögött, hogy 30 emberre, 31 fővel kijuthassunk Rómába. Ugye a repülőút, a szállás, a nevezések, minden. Nagy munka volt mögötte, ő segítette végig az én munkámat. A szülők hozzáállása nagyon fontos, mert ugye hát ők kellenek ahhoz, hogy a gyerekek eljöhessenek egyáltalán edzésre, és hát ugye kijuthassunk. A gyerekek maximálisan oda tették magukat, úgy gondolom, tehát azzal, hogy vállalták azt, hogy hétvégén bejönnek próbára, hogy új dolgokat csináltunk a koreográfiákban. Eleinte nem akarták ők se elhinni, de aztán végül is, amikor már így élesedett a dolog, hogy igen, megvan az időpontunk, tényleg leneveztük a csapatokat, illetve a szóló koreográfiákat, most már nincs vissza, ott menni kell. Egy ilyen verseny vagy fesztivál, mindegy, hogy nevezzük, de én azt mondom, hogy ez egy nagyon komoly megmérettetés, ünnep. Ezt megtapasztaltátok, hiszen meg annyi ország fantasztikusan tehetséges fiataljai vettek részt itt. Igen. Hát barátságok is kötöttek, ugye 11 nemzet volt a versenyen. Hát alapban az, hogy kint láttunk Rómában, az már egy fantasztikus volt. Volt lehetőségünk, nagyon sok utcazenész volt, tehát hogy utcán táncoltunk élő zenére, tehát ezt is megtapasztaltuk, és hát maga ott a római versenyen a hangulat is nagyon jó volt. Tehát voltak nehézségei a versenyek, de annak ellenére barátságok kötöttek, nagyon sok emberrel ismerkedtünk meg. Kicsi volt az öltöző, és mi kint voltunk az udvaron, tehát ott mindenki próbált, mindenkivel beszélgettünk, játszottunk, úgyhogy jó élmény volt. Ugye a Szent István házban laktatok, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos magyar ház, és azt gondolom, hogy a Róma egy kicsit mindannyian közös hazája, ha úgy tetszik. És hát azért a sikerek is, hiszen 11 nemzet mérettetett meg a különböző korcsoportokban, illetve ebben a két tánc és kortástánc kategóriában. Mi fogadott benneteket a fellépés helyszínén? Hát érdekes volt, mert amikor bementünk a színházterembe, meglepődtünk, hogy döntött volt a színpad. Tehát ugye mi ehhez nem vagyunk hozzászokva, sík talajon táncolunk, de hát egy ilyen 8-10 fokos lejtése volt a színpadnak. Hát egy képzett táncosnak is nehéz azért egy döntött színpadon táncolni, pláne nekünk ugye, mint amatőr táncosok, úgyhogy volt izgalom, főleg én izgultam a legjobban szerintem, hogy mindenkit megnyugtatni, hogy nem lesz semmi baj, meg fogjuk csinálni, meg fogjuk oldani. Úgyhogy volt egy kis pánik ezzel kapcsolatban, de aztán sikeresen megoldották a gyerekek is, meg hát ugye együtt közösen ugye a többi nemzet is, mert többiek sem voltak erre felkészülve. Nagyon fontos, beszéljünk az eredményekről egy kicsit, aztán utána meg majd Rómáról kérdezlek, mármint úgy általában, hiszen azt mondom, ez egyedi történet Rómát látni, és teszem hozzá 3 pontot. Az eredményekről, hiszen a nagyon-nagyon fontos, általában részvétel a fontos, egy meghívás, hiszen a meghívás az megerősíti mindazt, amit a munkát, amit elvégeztetek, viszont azért az eredmény sem másodlagos nyilván. Itt néztem, hogy Kozma Sára a Modern Solo junior kategóriában fantasztikus sikert ért el. Mit táncolt ő? Egyik szóló koreográfiámat táncolt, amit évvégig állami sorra készítettünk, vagy készítettem neki. Hát modern kategóriában egy kicsit volt benne egy-két ilyen látványos elemmel összetűzött forgásokkal megkombinált kis kétperces szólót táncolt modern kategóriában. El kell mondanom azt is, hogy igen, a koreográfiát én készítettem, de azért minden egyes produkció mögött több ember is van. Akár ugye a saját tanáraink, ugye, akik felkészítik a gyerekeket, illetve azok, akik máshol táncolnak, máshol is táncolnak, vagy máshol kezdték el a táncot. Ugye a tánc szeretete az alapok, másonnak jönnek, tehát
több embernek a sikere is benne van azért ezekben a produkciókban. Egyébként a modern táncban van olyan, hogy trend a világban, vagy Európában? Van, persze, mindig van, mindig valami irányba megyünk, most inkább ebbe az akrobatikus irányba, ebbe a látványvilág, showvilágba megyünk, amit én annyira nem szeretek. Szerintem a tiszta tánc produkciók, tehát amiben magát a tánc technikát mutatjuk be, én azt fontosabbnak tartom, de azért alkalmazkodunk, főleg hogy egy mondjuk ilyen nemzetközi versenyre. Tehát ha a modern táncnál vagyunk, akkor a felnőttekkel is foglalkozunk, hiszen többen is indultak és szépen szerepeltek. Mennyire mutatja meg egy modern tánc a táncos egyéniségét? Fontos, hogy ez a kettő kapcsolódjék egymáshoz? Hát természetesen. Én mindig azt mondom, hogy tehát a táncos válasz, a szóló esetben, szóló koreográfia esetében, hogy a táncos válaszza ki a zenét. Adjon nekem több zenét, mi az, ami neki tetszik, milyen irányvonal, és akkor abból már én mondom meg, hogy nekem, én erre szeretnék, mit szólna hozzá, és akkor ugye én adom a lépésanyagot, és öltöti meg tartalommal. Tehát fontos a táncosnak az egyénisége, ugye a technikai tudása is, és hogy tölti meg tartalommal azt a koreográfiát a színpadon. Igen, erre nyilván fel kell készülni, mert a technika és a fizikai állóképesség és az előadásmód az nyilván összetartozik ebben is. Így van, így van. De ugye szóló koreográfiák esetében mindig külön próbálunk, tehát azt nem az órán készítjük el, egyikünk sem, egyik koreográfus sem, mert ott fontos, hogy kettesbe legyünk, és ketten alkossuk meg azt, amit utána a színpadra visz a gyerek. Én szoktam mondani, hogy jó-e, tetszik-e, jól érzed magad benne, nem, akkor mondd, hogy mi az, amit szeretnél kicserélni. Vagy van esetleg olyan ötleted, amit te szeretnél belerakni, és ha megoldható, beleillik a kompozícióba, akkor általában így összedolgozunk. Igen, mert ez kicsit olyan, mint a szépség és a szörnyetek. Igen. Valamelyest, mert hogy a szépség, illetve az eredmény oltárán azért néha fel kell áldozni nagyon sok mindent. A kortárs felnőtt csoport is fantasztikus eredményt ért el. Egy csoport hány főből áll egyébként? Hát ez formáció, amit mi vittünk, 18-an voltak a produkcióban, de összevont kategória volt, tehát nem formációban, hanem csoportos koreográfia, tehát volt, ahol négyen voltak a kategória, négy főből állt a koreográfia, 6-8, illetve hát ugye mi voltunk a legnagyobb létszámmal, ez akár elmehet 40 főig is, tehát nincs formációban, azt hiszem 40 fő a maximális limit, és 18-an álltunk színpadra, első helyet ért el ez a produkció, Máté Nikolett készítette a koreográfiát, ő a művészeti iskolánk, ugye Gorzium művészeti iskolában tanítok, ott volt növendékünk, és most jelenleg ő ott tanár, illetve nálunk a stúdióban, és őt kértem fel, hogy egy kicsit alkosson, mit szólna hozzá, és született egy nagyon szép produkció. Ugye itt fiúk is vannak-e ilyen felnőtt csoportban? A maga a felnőtt csoportban nincsen, nincsen viszont egy fiú hölgyek volt a produkcióban, mert ugye említettem az előbb, hogy kiestek emberek a koreográfiából, és fel kellett töltenünk a csapatot, és az egyen lejjebb lévő csoportból két táncost így került be Kozmasára, és Tóth Bulcsú ebbe a koreográfiába, és táncoltak a felnőttekkel, a nagyokkal. Tehát azért érdekes, mert ők ugye 14 éves korosztály, de együtt táncolt a 40 évessel. Tehát, hogy vegyes a csapat ebből a szempontból. És jó csapat, nyilvánvaló. Igen, abszolút. Ilyenkor mire kell ügyelnie a felkészítőnek egy csoportos táncnál? Mi az elsődleges cél? Hát nekem elsődleges célom, hogy jól érezzék magukat. Hogy az, amit a színpadra viszünk, az nekik is tetszen. Mert akkor születik meg igazán jól a mű, mert most adhatok nekik olyat, ami nekem tetszik, de nekik nem, akkor soha nem lesz olyan. Akkor mindig érzem azt, hogy valami hiányzik belőle, de hogyha nekik is tetszik, mozgásanyagban és elgondolásban is, akkor sokkal könnyebb dolga van ugye a koreográfusnak, illetve hát nekik, mert akkor szívesebben viszik színpadra. Tehát nyilván itt is vannak trendek, tehát ízig-vérig 21. századi táncok ebben a kortárs mezőnyben, de azért az nagyon-nagyon fontos, hogy itt nézem, hogy a modern felnőtt csoport
és a második helyen végzett. Mi különbözteti meg egyébként a kortárs és a modern táncot? Hát a lépésanyag, lépés, illetve a mondani való, hogy milyen mondani valója van a történetnek, amit előadunk. Talán ebben lehet igazából, meg a forma világában lehet egy kicsit más, kicsit szögletesebb, egy kicsit más, egy olyan, ami nem megszokott, olyat rakunk bele a kortárs produkciókba, ami egy kicsit úgymond meghökkenti a közönséget, és itt Niki igazából a témát, amit boncolgatott, abban volt más a másik koreográfiával kapcsolatban. Ilyenkor a felkészítő, a csoportokat vezető koreográfus figyel arra, hogy a többiek mit hoznak? Mármint a versenyen belül? A versenyen belül azok a csoportok, akiket azért nyilván végignézünk mindig. Meg szoktuk nézni, igen, de hát ugye magyarországi viszonylatban szoktuk megnézni egy-egy versenyen, bár hozzáteszem, ugye nem versenyorientáltak vagyunk, de megnézzük, hogy a többi csoportok miket mutatnak meg. Meg hát ugye hál' Istennek a média által eljutnak külföldi versenyek hozzánk is, és azért van lehetőségünk belenézni egy-egy nemzetközi verseny nyertes koreográfiába, és akkor így van rálátásunk, hogy milyen produkciók születnek. Beszéljünk a fináléről, hiszen az mindig megkülönbözteti minden egyes versenyt, hogy ott van a döntő, ahol már valóban ott van a komoly tét, hiszen bejutottunk a döntőbe, jól szerepel, szeretnénk szerepelni értelemszerűen, és komoly rangos szakmai zsűri bírálja el, hogy mi történik, és ki mire érdemesült. Ez milyen volt a döntő? Izgalmas volt a döntő, hát 62 produkció, vagy 64 produkció volt minden kategóriában. Tehát voltak steppesek, hip-hoposok, akrobatikus táncosok, show táncosok, tehát teljesen vegyes volt a paletta. Ugye a kétnapos verseny összes kategóriájából a legjobbak juthattak be a döntőbe, és ott egy kalap alá vettek minden produkciót, és ebből sikerült ugye Sárának a negyedik helyet elérnie, és hát a 17. illetve 12. helyezést hoztuk el a formációkkal. Hogy teltek a napok Rómában? Nyilván nem csak felkészüléssel, hiszen itt utaltam rá már a beszélgetésünk elején, hogy Róma csoda természetesen. Igen, hát ahogy kiértünk, ugye reggel érkeztünk meg, már mentünk várost nézni, minden nevezetességet próbáltunk a két napba belesűríteni, tehát az első két nap arról szólt, hogy Rómát meglátogassuk, és eljuthassunk nevezetes helyekre, úgyhogy nagyon sok kilométer volt a lábunkban, és akkor szombaton és vasárnap volt ugye a verseny, valamint a csapat két részben jött haza, és akik ott maradtak, hétfőn még volt lehetőségük tengerpartra lejutni, illetve hát még akkor így nézelődni a nevezetességek között. Milyen tanulságokkal szolgált számodra ez a verseny? Hiszen kismillió versenyen, megszámolhatatlan versenyen képviselted Székesfehérvárt, a stúdiót, illetve önmagadat, illetve hazánkat. Mindig minden verseny tanulságos. Egy az, hogy rendezzünk meg-e akár egy verseny, hogy készüljünk fel egy versenyre, milyen produkciókkal készüljünk. Itt igazából maga a versenyszervezés, ami nekünk, hogy ha mi szerveznénk egy versenyt, akkor mire kellene még odafigyelni. Mindig vannak problémák, ami természetesen mindig megoldódott minden remekül lement. Nehéz volt úgy, hogy ugye színházteremben volt. Általában ezek a versenyek csarnokokban vannak, és van lehetőség megnézni egymást. Itt ugye az volt a nehézség, hogy színházterem, tehát a kibe közlekedés ugye egy-egy versenyszám között, ugye tiszteljük meg a másikat, ne zavarjuk a másiknak a produkcióját, tehát nem minden produkciót tudtunk így megnézni. Tehát, hogy saját korcsoportunkban a számokat nem is nagyon láttuk, mert már csak a gálán én, mert ugye a többiek hátul voltak, hátul készültek, nem tudtuk úgy egymást megnézni, illetve nem tudtunk egymásnak úgy drukkolni, mert hogy nem tudtunk bemenni a színházterembe. De viszont jól zárult minden, én így van, gondolom. Abszolút, abszolút. Jöjjünk haza egy kicsit. Azt látjuk, hogy a Stephen Stiles szárnyal, viszont mi újság a Gorziumban? A Gorzium is szárnyal. Egyre több növendék van az iskolánkban, hál' Istennek.
Ugye azok a gyerekek, akik nálunk amatőr szinten a stúdióban táncolnak, nagyon sokan már a Gorzium Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, illetve középiskolában most már hozzánk járnak. Tehát sok Fehérváron most már egyre több olyan diák van, akik amatőrként kezdtek táncolni, és most már úgy gondolják, hogy ezzel szeretnének foglalkozni, vagy profiban szeretnének foglalkozni, és eljönnek hozzánk a középiskolába. Úgyhogy most már hál' Istennek van lehetőségünk válogatni azok között, a gyerekek között, akik hozzák szeretnének felvételizni. Azért ez komoly és fontos lépcső. Abszolút. Én azt hiszem. Abszolút. Mert hogy a meg annyi művészeti ág közül a táncnak is igenis kell, hogy legyen jövője. Egyébként a táncnak valóban van jövője? Tehát a kortárs táncnak, illetve annak a stílusnak, amelyet te is képviselsz? Abszolút, hiszen a művészetnek mindig van jövője. Én úgy gondolom, a művészet nélkül nincs élet. Most teljesen mindegy, hogy táncról, zenéről, képzőművészetről beszélünk. Fontos, mert az ember lelki világát meg tudja, belső érzéseit meg tudja. Nálunk ugye a tánc nyelvén, akár én mondjuk, mint koreográfus megmutatni, vagy a gyermek a saját gondolatait a tánc nyelvén meg tudja fogalmazni. Tehát fontos. Ilyen értelemben kitágul a világ természetesen, és megismerhetik. Így esztendő végén hogyan összegeznéd mindazt, ami történt mondjuk az eddig, hiszen még a tanév fele azért hátra van természetesen? Hát az előző évünk az nagyon jól sikerült, egy remek gála műsorral zárhattuk a Vörösmarty Színházban, és nekünk mindig ez a fontos, hogy az évvégi gála műsoron ugye az összes tanítványunk feléphessen, és hát most már két csoporttal Móron is jelen vagyunk, ők is feléphettek velünk a gála műsoron, úgyhogy nekünk ez fontos, hogy kinyitottuk a határokat egy kicsit, tehát most már Fehérvár melletti városokba is eljut az, amit mi képviselünk, és szerintem ez nagyon fontos, és az, hogy új tanáraink vannak, méghozzá olyan tanárok, akik a művészeti iskolában, illetve nálunk a stúdióban is táncoltak, most már tanárként jelen vannak a mi életünkben. Tehát íve van a történetnek, töpörtjük, nagyocskák és... Így van, egész szenior korosztályig, és az, hogy tényleg minden korosztály képviselve van nálunk, ez szerintem ez nagyon, nagyon jó. Jó, tehát én most akkor az esztendő végén egy kis pihenés, de nyilvánvaló, hogy a táncos soha nem pihen, ezt nagyon is jól tudom én magam is, de azért egy kis pihenést, áldott szép karácsonyt kívánok, minden jót mindnyájatoknak, és hát bízom benne, hogy a következő időszakban is be fogunk tudni számolni ilyen fantasztikus eredményekről. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, Tombor Tímeával beszélgettünk, a Stephen Stiles táncstúdió művészeti vezetőjével a Rómában, egy fantasztikus nemzetközi versenyen elért sikerekről. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.